Blaumann Ödön vadfotós nevét a vadásztársadalomban bizonyára senkinek sem kell bemutatni. Felvételein megelevenednek a természet apró mozzanatai, az élővilág rejtett csodái. Munkái hazai és nemzetközi szaklapok címlapjain, évkönyvekben, naptárakban, valamint természetfilmek képkockáin köszönnek vissza, hirdetve az erdei élővilág határtalan szépségét. 10 éves korom óta vadász szerettem volna lenni. Tehát az volt a eltökélt szándék. Igazából nem volt semmilyen vadászfelmenő a családba. Talán a természet szeretett, a falusi gyerek voltam, mindig az erdőt jártuk, a határt, mindenféle rosszaságot megcsináltunk, és akkor alakult ki, hogy én vadász szeretnék lenni. Mikor a vadász szakmát ott hagytam, akkor egy évig nem voltam az erdőben. Elment egy év, és a következő év szeptemberében azt éreztem, hogy nekem ki kell mennem az erdőbe. És akkor kijöttem, szintén Fehérvárcsurgóra, ahol dolgoztam, kapcsolatok megmaradtak, barátok itt maradtak, kijöttem csak nézelődni. Csak abban az évben csak nézelődtem. És akkor a következő évben jött el az a dolog, hogy újból ki kell jönnöm, de addigra már vettem egy fényképezőgépet, ami még csak egy ilyen egy egyszerű praktika, egy 500-as telével, de az is csak a hobbi miatt, meg hogy megörökítsem emléknek, hogy én mit láttam, mert mindig szerettem a szarvasokat nézni, kielemezni az agancsokat, bírálni, stb. Stb. És akkor már elkezdtem többször kijönni, mert tetszett. Csináltam egy-két jó képet, számomra jó kép volt, elraktam őket, nézegettem őket napközben, hónapokkal később is. Megint eltelt 2 év, és akkor 97-ben akkor vettem még egy komolyabb cuccot, kicsit komolyabb objektívvel, akkor már színesen, szebben, jobb minőségben, és akkor ez úgy jött szép lassan. És akkor, tehát újból elkezdtem vadászni, csak nem fegyverrel, hanem fényképezővel, és visszajöttek azok az érzések, ami a vadászatban elmúltak, tehát újból lett vadászlázam. A 93-ben eladtam a fegyvereimet, tehát annyira elmúlt a vadászlás, hogy én azt mondtam, hogy nem is akarok lőni, semmi eset sem. És volt több eset, hogy fotózás közben is voltam vadásszal, és mondta, hogy lője, itt a puska, és azt mondtam, nem akarok lőni, én teljesen meg vagyok így. Hadd fotózzam le, tökéletesen kielégíti az én igényeimet, meg érzéseimet. Elkezdtem mutogatni képeket ismerősöknek, és ezáltal nő a kör, többen látják, véleményezik, stb. Stb. És úgy kerültem én a média figyelmébe, hogy a Dénes Pista megtudta, hogy én fotózom, és akkor adták ki a Vadász évkönyvet, 1999-ben az első számot, és ő ahhoz keresett fotókat, és nagy vadfotókat, tehát inkább olyan jellegű fotókat, ami a vadászathoz kapcsolódik, és nem természetfotókat. És akkor így belekerültem a képbe, megkeresett, és ő nála volt az első megjelenésem. Az első külföldi címlapom, az a Pirs újságban volt, és akkor egy szalonka képen volt az első címlapom, amiről nem is tudtam, hanem egyszer csak jött a posta, hozott egy becsomagolt újságot, és kibontottam, és akkor megláttam, hogy az én fotóm van. Hát ez egy csodálatos pillanat az ember életében, amikor ilyen szinten megjelenik az alkotása. Úgyhogy az a nap nekem nagyon-nagyon emlékezetes, meg csodálatosan szép volt. 2001-ben volt. Sikerült bejutnom a Wildhundhoz. Hát a Pirsnél utána volt még 7-8 címlapom. A Unzerejagnál, akkor a szlovákoknál, a Lovuzdárnál is volt egy pár, meg hát itthoni vadászújságoknál éppen, hogy melyik volt a toppon nálam, akkor azoknak dolgoztam. Meg a Vadász évkönyvben ott szinte minden évben ott vagyok. Kétezerben kezdtem el filmezni, vettem egy komolyabb kamerát, és az is ilyen hobbi időtöltésnek indult, mert az esti fények azok úgy vannak, hogy a fotózás után még mindig van egy 15 perc, amikor már az ember csak ott ül és fotózni nem tud, mert nem jók a fények, de mégis vidáman lehet filmezni. És akkor nagyon sok minden történik abban az utolsó 15 percben. És akkor onnan veszek egy kamerát, és megpróbálom, hogy mit tudok ebből kihozni. És akkor ez elindult,
mindig a vadat mutatom, tehát nem az embereket, hanem mindig a vadat, azoknak a cselekményeit, a bírálatát, vadászatát. Szezonok vannak, párzási idők, ellési idők, évszakok, tehát mindig az ember tudja, hogy mi fog történni a természetbe, és mindig egy adott vadfajra megyek, és olyan területre megyek, ahol az a vadfaj jobban dominál, elérhető, látható, prémium területek. Ahhoz, hogy az ember profi szintre eljusson, a legfontosabb a technika az mellett, hogy valami szakmai tudása is van, és nem is a fotózásra gondolok, hanem a, mondjuk a vadászatnál levő szakmai tudása, az állatismeret, stb. Mert a mai technika az már annyira jó, és olyan nagyon jó minőséget tudunk elérni, hogy az ember tényleg csak néz és ámul, hogy a természetet, vagy az adott állatot tűjélesen, gyönyörű fények mellett, még ellenfényben is annyira meg tudjuk mutatni, amit mondjuk régen a hagyományos film vagy fotózásnál nem tudtuk megcsinálni, tehát látni is, hogy megnézünk egy vadász újságnak a fejlődését, a 80-as, 90-es évek, vagy a mostani időszaknak a fotói, meg az újság minősége, hát ég és föld az egész. Filmezni könnyebb, meg látványosabb, mert fotózáshoz egy mindig jó fény kell. Nem mindegy, hogy milyen a háttér, nem mindegy, hogy mit csinál a vad. De a filmezésnél ez úgy viszi magával. Tehát akkor ott a képek sorozata van, ott a történést lehet megmutatni a filmeknek. A fotózásnál mindig azt az egy pillanatot kell kiragadni, ami miatt az a kép ütős lesz, vagy érdekes lesz. Tehát én azt mondom, hogy filmezni sokkal könnyebb, látványosabb is. Tehát én külön választom a kettőt egymástól, vagy filmezek, vagy fotózok. Sokszor próbálom a kettőt együtt, de akkor mindig hibázok. Én mindig úgy megyek ki a természetbe, hogy lesz, ami lesz. Tervezek természetesen, mert adott időszakban mindig tervezünk, de ha nem történik semmi, akkor majd holnap, ha akkor is, akkor holnap után. Tehát nincsenek, semmilyen elvárás nincs, és ez a szép benne, hogy amikor megjön a kaland, vagy a sztori, akkor meg annál jobban örül az ember. Tehát én eljutottam arra a szintre, hogy olyan nagyon nagy anyagom van, annyi mindent láttam már, hogy tényleg örülök minden pillanatnak, és nem várok semmit. Tehát azt várom, hogy jó idő legyen, vagy szép idő legyen, jól érezzem magamat, tehát ez a legfontosabb.